Arról szól, hogy Nógrád megyében, bár a roma lakosság az 20-30%-ra tehető, a roma gyerekek száma a gyermekvédelmi rendszerben 80%-ra tehető, és a perben erre mutattunk rá, erre az aránytalanságra. Természetesen az egyik oka az az intézményi rasszizmus. Tehát az intézményi rasszizmus az azt jelenti, hogy egy roma ember az élete minden területén megtapasztalhatja az elnyomást, a diszkriminációt, az előítéletességet. Ez sajnos nincsen másképp a gyermekvédelemben sem. Mi elsősorban azt kérjük, hogy kezdjük az elején. Gyűjtsön a minisztérium adatokat. Lássuk világosan, hogy hol vannak ezek a roma gyerekek, milyen arányban vannak a szakellátásban, legyen adatgyűjtés. Kifejezetten nemzetközi egyezmények tiltják azt, és egyébként a magyar gyermekvédelmi törvény is kifejezetten tiltja azt, hogy gyermekeket kiemeljenek a családokból, csak is azért, mert szegény. Egy zártabb intézménybe, ahol igazából rosszabb tapasztalatokkal jöttem el, mert a nevelőim nagyon rasszisták voltak, nem szerették a romákat, ezáltal nagyon sokat kaptam is, suliba sem mindig engedtek ki minket, főleg a romákat, tehát érezni lehetett a megkülönböztetést ezen a helyen. Gyakorlatilag a mostani döntés nem csak a szegénység miatti diszkriminációt állapította meg, hanem azt is kimondta, hogy ezek a gyermekek a roma származások miatt is hátrányosabb helyzetbe kerültek, mégpedig azért, mert a kiemelés, a szegénység miatti kiemelés elsősorban roma gyermekekkel szemben, vagy roma gyermekek esetén lesz kiemelési jog.